Tudni, hogy régen, hogy is mondták, török gyerek elvágta, vagy egyedem-vegyedem nébor-nábor, kendőr-vászon, és akkor ezt felhívjuk rá a figyelmüket, többször elmondjuk, és nagyon tetszik nekik, és nagyon boldogok, hogy a régi óvodásokat ők tudják utánozni. Gólya, gólya, gilince, mit tűvérős a lábad, török gyerek vágta, magyar gyerek gyógyította, csicsigatta, bubújgatta, tóba már tokatta. Sárköz élő hagyománya egyedülálló értéket képvisel. A történelem nagy népvándorlásai közepette is magyarnak megmaradó református lakosság mindvégig ragaszkodott hagyományaihoz. Sárköz legnagyobb ünnepe a sárközi lakodalom, amely rotációs rendszerben kerül megrendezésre a sárközi falvakban, minden évben más település szervezésében. 2012-ben Decsad otthont a sárközi lakodalomnak. A település felélesztette a készfogó hagyományát. Megígérem, Esztinek jó sora lesz mellettem, hiszen ezért én máig is mindent megtettem, mert hogy én bizony őt ótig szívemből szeretem. Az öt sárközi település közös jelölése a közösségi érzést még jobban elmélyíti, és a hagyományok őrzésének előnyére is válik az a rivalizálás és vetélkedés, amely a sárközi falvak egymás iránti viszonyát jellemzi. Ebben a programban teszik közzé közös kincsüket, hagyományaikat. E rendezvény az összes örökség részelem jelenlétét biztosítja.